Ebben a nyíregyházi nyelviskolában éppen német felsőfokú szintzárót tesznek a diákok. Ők már biztosan át tudják majd venni a diplomájukat, ha egyetemen vagy főiskolán sikeresen záróvizsgáznak, hiszen megfelelő nyelvtudással rendelkeznek majd. Az iskola vezetője elmondta, egyre jobbak a tapasztalataik az ideérkezőkkel. Vannak középiskolák, ahol nagyon felkészült hallgatók jönnek. A belső nyelvtanári felkészültség rendkívül jó. Ezen iskolákban az már nagyon jellemző, hogy 16 éves korban középfokú nyelvvizsgát tesznek, akár két nyelvből is a diákok, majd így nem mennek már a szokásos időpontban, hanem korábban mennek érettségizni nyelvből. De vannak olyan helyek, ahol ez nem sikerül persze, úgyhogy ez szintén nagyon vegyes képet mutat. A Nyíregyházi Egyetem diplomaosztó ünnepségén is kiderült, hogy az elmúlt évekhez képest idén arányaiban többen rendelkeztek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, így többen is kaphatták meg a diplomájukat. A június az nekünk mindig záróvizsga tekintetében, ez egy kiemelt időszak. Június 15 és 17-én voltak a záróvizsgák, és puskáznom kell, 744 hallgató tett záróvizsgát, és örömmel dicsekedve jelentem, hogy ebből közel 500-an diplomát is kapott. Ugye mindig ez egy nagy kérdés, hogy a eredményes záróvizsgát tett hallgatóknak hány százaléka szerez diplomát. Most az országos átlagot jelentősen meghaladtuk, 67, egy kicsivel több mint 67% kapott diplomát. Néhány éven belül már a felsőoktatási továbbtanulás feltétele lesz a megfelelő szintű nyelvismeret. A szakemberek szerint érdemes előre gondolkodni, hiszen átlagosan heti 4 órás nyelvtanulással plusz heti 4-8 órás házi feladat készítéssel 2 év alatt teljesen kezdő szintről nagy esély van eljutni a középfokú nyelvvizsgáig.